Sziasztok, Frid vagyok, és ebben a videóban felhívom a figyelmeteket, hogy az összes olyan rollert, amin ez az első felfüggesztés van, vagy ennek az egy rugós változata, kerüljétek. Tudom, jönnek majd az olyan emberek, akik azt mondják, hát az övé bírja, 100 kiló vagyok, és még nem tört el, pedig szétküldöm a rollert. Előbb vagy utóbb be fog következni. Nagyon csúnyát borultak vele a külföldiek, mert a Duatron spanyol csoport tele van az olyan speedway-vel, aminek eltört az ilyen felfüggesztése. Vagy itt a két rugó között törik el, vagy maga a rugó. Lehet kapni ez helyett másik felfüggesztést, pontosan nem tudom, mert az ilyen rollerekben nem vagyok otthon, és mindenkit lebeszélek róla, és akinek van, az járjon utána, hogy mire lehet lecserélni, életveszély, elfárad az anyag. Ha mákod van, akkor te vagy a 10-ből egy, akinek nem törik el, de nagyon nagy rá az esély, és tényleg mindenkit lebeszélek róla. Pont egy srác kötözködött, hogy az övé bírja, bírja, hát a Duatron spanyol csoportból, kapásból 5 képet tudtam előszedni, ahol elpattant valahol ez a villa. Igazából ennyit akartam. Tényleg nagyon sok márka alkalmazza. Nem szabad ilyen rollert venni. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam. Még a hangja is milyen beszarás. Kerüld! Kerüld!